Vető módszer egy unikum, illetve hungarikum. Tehát tényleg egyedülálló a maga nemében a világon, és mivel konduktorokat csak Budapesten képeznek, ezért a Pető Intézetbe kell menniük azoknak, akik ebben a módszerrel próbálják segíteni a gyermekük életét. Vagy pedig más módszereket próbálnak találni. Rengeteg módszer van a világon, mindegyik a maga nemében valamelyest hatékony, de a leghumánusabb szerintem, és a leggyorsabban látványos segítséget adó, és hosszú távú projektként működő, ez szerintem a Pető András által feltalált módszer. És nagy örömünk volt, amikor végre ezt sikerült itt egy picit meghonosítani. Azért mondom, hogy picit, mert nem olyan sok az évente egy-két alkalom, amikor 3 hétre tudunk rehabilitációt biztosítani a gyerekeknek. De hát reményeink szerint ez gyakrabban lesz, és egyre több gyereknek sikerül lesz megoldani. Tapasztalatunk az, hogy az utóbbi 7 alkalommal rengeteg gyermek jött szüleivel együtt, és nem csak gyerekek, hanem felnőttek is, még Lembergből is, mint városból. Egész Kárpátaljából, jelen pillanatban is Aknaszlatinából van egy gyermek, amelyik éppen a felmérésen vesz részt. A központi idegrendszeri sérültekről beszélünk elsősorban. Tehát az olyan gyerekekről, akik valamilyen születés vagy születés előtti problémával küzdenek, és a központi idegrendszerük miatt nem tudnak bizonyos tevékenységet ellátni. Tapasztaltuk olyat is, hogy nem megfelelően diagnosztizálták a problémát, és ezek után nem megfelelő kezelésben részesült a gyerek, nem a megfelelő gyógyszereket, vagy pedig nem a megfelelő terápiát kapta meg. Nagyon nehéz az ilyen esetekben, egy az, hogy a szülőt is meggyőzni és elmondani neki, hogy időbe kellett volna orvoshoz fordulni. Másik pedig, hogy ezek után egy orvosnak általa felállított diagnózisát elég nehéz azt mondani, hogy lehet, hogy ez nem pont megfelelő volt. Pár évvel ezelőtt, amikor ezt a programot elindítottuk, szerintem már akkor gondoltuk sajnos, hogy sikeres lesz. Egy szempontból sajnos, hisz szükség van rá, másik szempontból örülünk neki, hogy sikeres, mert tudunk segíteni. Az első felmérés, amikor volt, egy szombat-vasárnapi napon történt, még a Római Katolikus Egyház épületében, és reggel 8 órától éjfélig voltak a szakemberek, sokkal többen, azt hiszem 4-6-an jöttek ki, és szinte kávézni, vagy mosdóban nem érkeztek kimenni. Annyi gyerek jött. Ez a tendencia sajnos folyamatos. És tényleg van olyan, akinek azt kell mondanunk, hogy nem tudjuk bevenni a csoportba, mert vagy speciális egyéni fejlesztési igénye van, vagy pedig nem feltétlenül a Pető módszernek felel meg. Rengeteg szülő jön a gyerekével, többféle problémával. Tehát van, akinek nem feltétlen meg jó a Pető módszer, és akkor a szakemberek ezt elmondják. Tehát, hogy önnek nem javasoljuk. És reméljük, hogy a szülők ezt megértik, de fognak tanácsot kapni, hogy ha nem is javasolják ezt a módszert, akkor mi lehet a megoldás. Jelen pillanatban is délután, reggeltől délután későig estig folyamatosan felmérnek, folyamatosan vizsgálnak a szakemberek, sokan jelentkeztek, és nem sikerült mindenkit beírni. 15 perces időszakokban vannak a gyerekek beírva, pedig minimum fél óra kéne ahhoz, hogy normálisan, jól megfontoltan érkezzenek minden gyereket megvizsgálni, a szüleivel kommunikálni, megbeszélni a különböző problémákat és lehetőségeket. És főleg úgy, hogyha még tolmácskodni is kell, hisz elég sok ukrán gyerek, sérült gyerek is eljött, és számukra muszáj megoldanunk a nyelvi nehézségeket. Olyan 40 gyermek biztos, hogy ma részt vesz a vizsgálatokban.